A Színes Kóc című könyv bemutatóját követően a Zenepavilonnál folytatódott a Magyar Dalnapi program. A parkban Harkály Gyula és csapata a Woodpecker formáció zenéjét hallgathatták az érdeklődők. Este 6 órától a sportcsarnoknál folytatódott a Nagyatádi Művelődési Központ által szervezett zenés program. Ekkor kezdődött a koncert, amelyeken hazai előadók zenéltek többféle felállásban. Kicsit bővebb programmal, mint tavaly, második alkalommal csatlakozott Nagyatád a Magyar Dalnapja felhíváshoz. Tavaly egy kicsit szerényebb körülmények között egy iskolai koncerttel. Az idén gondoltunk egy picit merészebbet, 3 helyszínnel hívtuk a nagyatádiakat, és úgy gondolom, hogy egy nagyon kellemes, folyamatos programot kínáltunk. Én nagyon-nagyon elégedett vagyok, ahhoz képest, hogy nagyon rövid idő állt rendelkezésünkre, a csapatok rendelkezésre, a fellépők, szereplők rendelkezésére, ahhoz, hogy a nyár után mindjárt szeptember 11-én a Magyar Dal napján színpadra állhassanak. Ténylegesen az a közönségnek azért nem tűnik fel, hogy mennyi munka van egy-egy ilyen színpadi produkció mögött. Ez a hét szinte próbákkal telt, úgyhogy egy-egy együttes azért közben 2-3 helyszínen is fellépett, koncertezett. Számomra ez nagyon nagy öröm, hogyha a nagyatádi zenekarok sikert aratnak a város határain kívül is. Az előadók elárulták számukra, mit jelent a magyar zene, miért érzik fontosnak, hogy a hazai dalok kiemelt szerepet kapjanak. Otthon gyakoroltam, és azért a YouTube-on is körülnéztem, és megmondom őszintén, hogy teljesen megdöbbentő módon egy lengyel hozzászólást olvastam. Angolul nyilatkozott az úriember, és leírta, hogy csodálatos a magyar zene, a magyar nyelv nagyon szép, hogy ennyire kifejező, ennyire sokrétű. Nagyon jó, hogy az ember összetartozik valakivel, ha csak pár dal erejéig és a zene által, de ez nagyon jó dolog, és a mai világban szerintem fontos értéket képvisel, és a zene nagyon-nagyon összetartja az embereket. Szerintem fontos, hogy az emberek megismerjék a magyar dalokat, mert nagyon szépek a magyar dalok. Ugye Presszertől kezdve Somlóig rengeteg nagyon jó magyar zenész van, és egy kicsit szerintem el is vannak hanyagolva. Szeretnénk egy kicsit több magyar zenét is énekelni, és a közeljövőben is sokat szeretnénk énekelni ilyen dalokat. A rockzene nem egyenlő az angol nyelvvel. Nagyon-nagyon jó magyar rocknóták, vagy blueznóták születtek az elmúlt 30-40 évben, és úgy gondolom, hogy mi ma megpróbáltuk méltóképpen megünnepelni ma már másodszor ezt a Magyar Dal napját, és én örülök annak, hogy Nagyatád ebben részt vesz, és szerintem részt fog venni. A közönség nagyon-nagyon partner volt, és innen is nagyon köszönöm nekik. A műsort közös produkcióval kezdték a fellépők, akik Máté Péter, Azért vannak a jó barátok című számát adták elő. Ezt követően Maronics Melinda és Harkály Gyula alkalmi duója szórakoztatta a hallgatóságot, majd a jól ismert Búvári Andrea, Máté Attila páros következett a színpadon. A közelmúltban alakult Acoustic Classroom zenekar jó részt angol nyelvű dalokkal áll a közönség elé. Ez alkalommal azonban ők is magyar szerzeményekkel készültek. Itt voltam én, a jó fiú, és jött a lány, nagyon fiú. Szerettem őt, tudta is jól, gyönyörű volt, a szíve szól, de semmi baj, nem kell mi igaz, az egész talán nem is igaz. Ez egy nagyszerű dolog, hiszen az ország zenészei fogtak össze, és hát nagyszerű dolog, hogy mi is részt vehetünk ebben. Mindenképpen nagyon fontos ez a kezdeményezés, és szerintem egy nagyon jó dolog ebben az egészben, hogy itt most Nagyatádon teljesen élőbe ment az egész, és szerintem nincs elég lehetőségünk az élő zenét népszerűsíteni, ami viszont erre egy ország szintű rendezvény esetében egy nagyon jó dolog. Presszer Gábortól ez egy kitűnő kezdeményezés volt 4 évvel ezelőtt, ez a Magyar Dal napja, mert gyönyörű szép magyar dalok vannak, amiről manapság elfeledkeznek sokszor, és inkább ez a külföldi zenék, amik előtérbe kerültek. Úgyhogy ezért gondolom, hogy ez egy fontos, hogy megemlékezzünk azokról a művészekről, akik alkották ezeket a gyönyörű magyar dalokat. A zenés program Zákány Anita és Harkály Gyula kettősével folytatódott. A Fata Morgana zenekar tagjai nem csak a Zenepavilonnál, a nagy színpadon is bizonyítottak. Éppen csak, hogy tízel múltam,
Fakta Morgánával játszunk itt a nagy színpadon, sportcsarnok előtt, és most egy újon alakult, hát ilyen kis formációnk van, ez a Woodpecker Acoustic nevezetű zenekar. Hát ez inkább ilyen unplugged-os, klasszikus gitárral elképzelt dolog. Ez nagyon új és új keletű. A magyar számainkat fogjuk előadni, csak azokat a magyar dal napjára. Főleg Hobo Blues Band, Doug Bill, Piramis. A magyar dalt azért fontos megünnepelni, mert az angol nyelvű zene nagyon nagy teret hódított szerintem minden országban, nem csak Magyarországon, és szerintem egyre kevesebb fiatal hallgat magyar zenét. És ez a nap ez arra szolgál, hogy felhívja a fiataloknak is a figyelmét arra, hogy a magyar dalok is jók, és hallgathatók, és zenélhetők, és legalább értik a szöveget teljesen. Igazándiból mi is belestünk egy korszakba ebbe a hibába, hogy csak külföldi és amerikai zenét játszottunk. Ami nem rossz, de abból a szempontból tényleg, hogy erőltetni kéne jobban Magyarországon a magyar szövegi és a magyar dalokat. Inkább itt a minőségre is azért hangsúlyt fektetnénk. A Magyar Dalnapjának fővárosa ebben az évben Nyíregyháza. Az ottani szervezők indítványozták, hogy az esti órákban minden kapcsolódó városban elhangozzon a tavaszi szélvizet áraszt kezdetű népdal. Ennek a kérésnek a nagyatádiak is eleget tettek. Az előadók és a közönség közösen énekelték el a dalt. A koncert fináléjában ismét együtt léptek színre a fellépők, hogy a Quimby dalával búcsúzzanak a közönségtől. A szervezők a jövő évben is szeretnék megünnepelni a Magyar Dalnapját. Mi szeretnénk, hogyha azok, akik úgy gondolják, hogy egy hasonló programban részt vennének, akkor a jövőben keresnének bennünket, és én most ígérem, hogy mindenkit szeretettel várunk 2012 Magyar Dalnapjára. Váltott még tovább veled az én.